Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A beállításos sorozat utolsó részéhez érkeztünk el. Nézzük is meg, melyik verziót használom, bár szerintem mindenki tudja, hogy jelen pillanatban az 5.25.5-ös verzió van fent nekem. Ennek a beállítását tudom megmutatni. Miért fontos ez? Mert folyamatosan változik. Azaz lehet, hogy egy fél év múlva, egy év múlva, ha a legfrissebbet használod, például a KDE Neont, abban már a 26-os van, tehát azért ott is egy kis változás lehet, már egy picikét más lesz, máshol találod meg, de szerintem senkinek nem okoz gondot, hiszen alapvetően egyszerű konyhahangollal van leírva minden, tehát mindenki megérti, aki egy picit számítógépezett, illetve nagy része, hogyha már elkészült, akkor a fordítással is magyarul megérthetjük, azaz nem jelenthet gondot, hogy másik verziót használsz. Így bizony, nézzük is meg. A kijelző monitor megvolt, hang. A hang beállítása nagyon egyszerű. Gyakorlatilag az összes beállítást ismerjük, itt nem állítunk be semmi olyasmit, ami a hangrendszerrel kapcsolatos, hiszen itt gyakorlatilag mit állítunk a hangerőt. 2 darab egyéb beállítás van, a virtuális kimeneti eszköz hozzáadása minden helyi hangkártyához, szimultán lejátszáshoz, ha ilyenre szükséged van, akkor légy szíves bepipálni, illetve lejátszások automatikus átirányítása, ha kimenet válik elérhetővé új kimenet, azaz, ha bedugsz egy fejhallgatót, hangszórót, akkor ő érzékelje, és azt a kimenetet kezdje el használni, egyikre sincs szükségem. A többi beállítás igazából olyan, amit máshol is mindenhol megtaláltunk, tehát ezzel nem is igazán akarok foglalkozni. Bluetooth-szal nem akarok foglalkozni, nekem ilyenem nincs, tehát nem akarok hülyeséget mondani, ráadásul semmi nem jelenik meg. Egy bizony, hogyha valakinek Bluetooth-os rendszere van, ő neki itt be lehet állítani. Eltávolítható háttértárak, gyakorlatilag a háttértárakat tudod állogatni, cserélhető eszközök, ezt szépen fölgörgetem, minden eszköz bejelentkezéskor, illetve csatlakoztatáskor legyen szíves megjelenni. Ha bedugok egy pendrive-ot, jelenjen meg. Hozzáteszek egy külső Winchestert, jelenjen meg. Rendszerindításkor nézze meg az összes elérhető eszközt, tárhelyet, és legyen szíves csatolni. Nekem ez fontos. Ha neked ez nem fontos, akkor ezeket ne pipáld be, azaz bejelentkezéskor, csatlakoztatáskor. Nekem automatikusan megjelennek azok az eszközök, ami ide van téve a csatlakoztatott eszközök. Én úgy gondolom, hogy mivel az én gépeim szeparáltak, biztos helyen vannak, tehát nem egy mobilgépek, így bizony, amikor én bedugok valamit, azt én dugom be oda, azt én csatlakoztatom, vagy számomra megbízható emberek tesznek be esetleg egy pendrive-ot, azaz én nem szeretném azt, hogy külön engedélyeztetési, vagy egyéb eljárással tudjak hozzáférni, azaz működjön így. Itt a korábban soha nem látott, nem csatolt, cserélhető eszközök automatikus csatlakoztatása csak abban az esetben legyen nálad bepipálva, ha 101%-ig biztos vagy benne, hogy valaki nem dug be egy pendrive-ot, olyat, amit még nem ismer a gép, tehát esetleg egy hacker, vagy aki fel szeretné törni a gépedet, vagy éppen valamit akar csinálni, mert bizony ezzel előfordulhat az, hogy olyan programok, olyan eszközök kerülnek bedugásra, használatra, aminek nem kell, azaz gyakorlatilag csak szeparált, biztos helyen tartott eszközöknél jó ez, ott nem, ahol mondjuk egy mobil eszközöd van, laptopod van, viszed ide-oda. Ott ezeket jobb, hogyha átgondolod, hogy ki, mikor és hol tud csatlakoztatni, de mivel nekem a szobámban van a gép, illetve olyan helyeken vannak a gépeim, ahova én jutok be, meg megbízható emberek, ott bizony ilyen probléma nincs. Aki valaki csatlakoztat itt egy eszközt, egy USB-pent, abban a pillanatban én szeretném, hogy felcsatolja, még akkor is, ha ez az USB-pen soha az életben nem volt a géphez csatlakoztatva, nem adtam rá engedélyt. Ez azért is fontos, illetve sok helyen azért is fontos, de azért gondoljátok el, hogy neked mi a fontos, mert előfordulhat az, hogy napi szinten 2-3-4 külső meghajtót hoznak, adatokat hoznak neked, és akkor ezzel
előfordulhat az, hogy ismeretlen eszköz, mármint úgy ismeretlen, hogy a géphez soha nem csatlakoztatott rendszereszköz, az tartalmazhat, vagy nem tartalmazhat olyan dolgokat, ami neked kellemetlen lehet, azaz azért vigyázzatok ezzel, KDE Connect nem használom. Ez olyan eszköz, amivel össze tudod kötni a számítógépetet az androidos eszközeiddel, szuper, csak azért nem használom, mert gyakorlatilag egyetlen oka van, még nem állítottam be. Nem állítottam be, nem volt hozzá időm, kedvem, indítatásom, hogy ezzel foglalkozzak. Miért? Mert ha adatot szeretnék továbbítani a telefonomról a gépre, vagy a gépről a telefonra, összekötöm spárgával. Azaz USB csatlakozással meg tudom oldani az adat átitelt. A többire nekem jelen pillanatban nincs szükségem, amúgy sem nagyon szeretem a telefonokat, mert állandóan csörögnek és pont akkor zavarnak, amikor nem kéne. Jó, oké, mindenki észrevette, volt egy nagy ugrás. Hát a nagy ugrás azért van, mert az energiakezelővel szeretnék foglalkozni egy kicsit bővebben. Miért? Mert ez fontos. Nem csak most, hogy az energiaválság van, meg minden iszonyat drága lett, hát bizony nem csak ezért kell ezzel foglalkozni, azért is, mert ne menjen a géped, ne úgy menjen a géped, mint hogy 7 napon keresztül, 24 órán, mert esetleg éjfélkor meg akarod nézni a híreket. Oké, van, amikor sokat kell menni, de be lehet állítani, hogy ha te nem dolgozol, vagy nem fut valamilyen program, vagy éppen igazából senki nem törődik a gépeddel, mert éppen elmentél teázni, kávézni, sörözni, vagy esetleg máshova, akkor ő legyen szíves valamit csinálni. Na hát itt adjuk meg azokat az energiatakarékos dolgokat, ami számunkra fontos, hogy ki, mikor és mit csináljon, melyik eszközöd, mit csináljon abban a pillanatban, amikor valamennyi ideig nem nyúlsz a gépedhez. Ez alapvetően nem egy nagy dolog, mert általában két nagyon hasznos funkciót szoktunk használni. Az egyik, légy szíves már lekapcsolni a monitorokat, elsötétíteni, majd utána lekapcsolni. Logikus, ne világítson akkor, amikor senki nem nézi. Másik, hát bizony tegye alvó vagy egyéb hibernált állapotba a géperet. Ezt azért lehet egy kicsit finomítani. Tehát ezt azért lehet egy kicsit finomítani, mindenki olyan mélységig menjen bele, ameddig neki kell. Energiatakarékosság, kijelző, kikapcsolása ennyi idő után. Ha én a 10 percig nem nyúlok sem az egérhez, sem a billentyűhöz, sem egyéb beviteli eszközök, akkor már legyen szíves a kijelzőt kikapcsolni, a monitorokat. Miért? Mert hogyha én filmet nézek, akkor is megvan az az ütem, hogy egy picit meglököm az egeret 5-10 percenként, igazából semmi jelentősége nincs, csak annyi, hogy igazából érzékelje a gép, hogy itt vagyok. Én nem akarok ennél mélyebben egyéb beállításokat tenni. Miért? Mert nyilvánvalóan nekem ez nagyon megfelel. Kikapcsolja x perc után. Szuper! Szuper! Nem világít éjszaka mondjuk a monitorod, hogyha arról nézel filmeket vagy egyebeket, és akkor nyugodtan tudsz aludni. Munkamenet felfüggesztése, tehát állítsa le a gépet, vagy valamit csináljon a munkamenetekkel egy bizonyos idő után, ennyi idő után, 10 percig. 10 percig, hogyha én nem nyúlok a gépemhez, akkor légy szíves valamit kikapcsolni, valamilyen szinten kikapcsolni. A valamilyen szintet te döntöd el, hogy milyen szint. Kapcsolja ki teljesen. Ez az egyik. Lekapcsolja, ha 10 percig, 20 percig, x percig itt lehet állogatni, nem nyúlunk semmihez, akkor bizony nem akarjuk használni a gépet, nem használjuk a gépet, logikus, igaz? Logikus feltételezés, hogyha nem nyúlunk hozzá a géphez megadott ideig, akkor bizony nem használjuk. Tegye hova? Tegye valahova, legyen alvóállapot. Az alvóállapot annyit tesz, meg a hibernálás is, hogy nem kapcsolja le a gépedet, hanem alvóállapot azt jelenti, hogy a memória még működik, a hibernálás pedig azt jelenti, hogy a memóriát is kikapcsolja, de előtte vészes gyorsasággal a memóriában lévő cuccokat ki fogja neked írni a Winchesteredre, adathordozódra, teljesen mindegy, a swap területre. Ismétlem, a swap területre, azaz, hogyha neked van 64 gigás RAM-od, és van 8 gigás swapod, akkor oda nem fog beleférni. Tehát itt, hogyha hibernálni akarsz, értelemszerűen ugyanakkora, vagy nagyobb swap terület kell, mint amennyi a memóriád. Ezt akár telepítéskor is jó lenne átgondolni,
Persze utólag is létre tudunk hozni Schwab állományukat, vagy Schwab partíciót, de áttelepítéskor átgondoljuk. Az alvó állapot annyiban más, hogy mindent kikapcsol, kivéve a memóriát, tehát a memóriában lévő dolgok, az állapot az megmarad. Hibrid alvó állapot ez a kettő között van. Valahol akinek tetszik és ingere van, olvasson utána. Arra azért figyelj, hogyha hibernálás elindul, és utána nem ébred föl a géped, és utána újra kell indítani, vagy valami hülyeséget csinál, akkor valószínű a Schwab mennyiségével lesz gondod. Nem lesz nagy gond, nem esik szét a géped, nem fognak a memóriák elindulni valahova, elvándorolni, hogy te ilyen hüle voltál, hogy ilyet akartál, hanem egyszerűen annyi történik, hogy nem tudja kérni a memóriában lévő akármi adatokat a Schwab területre, és akkor hát gubanc van. Ha meg gubanc van, újraindítod a gépet, nem jó. Tehát figyeljünk erre oda, hogy a hibernálás akkor működik rendesen, rendszer szinten, hogyha neked a Schwabod megegyező, vagy magasabb mennyiségű, mint a memóriád. Memória bővítés után is érdemes erre figyelni, de amúgy csak annyi lesz, hogy a gépedet újra kell indítani, vagy esetleg ezt-azt csinál a gép, nem lesz semmi problémád, maximum esetleg egy picike kis adatvesztésed lesz, hiszen a futóprogramok, hogyha egy dokumentumot szerkesztesz, és nem mented le, akkor ilyenkor a mentési állapotig visszamenőleg elveszik, amit beírtál, de ez nem olyan vészes, nem jelent gondot, csak egy picit kellemetlenebb. A leállítás egyértelmű, a képernyő zárulása egyértelmű. Én az alvó állapotot szeretem. Miért? Mert nem szeretném a képernyőmet zároltatni, azaz nem akarok megadni jelszót az újra életbe kerítéséhez. Miért? Mert igazából itt vagyok jellemzően, hogyha meg nem vagyok itt, akkor úgyis kikapcsolom. A következő fontos beállítás a gombesemények kezelése. A gépeden van egy csomó gomb, a lekapcsoló, bekapcsoló, kikapcsoló gomb, amivel kikapcsolni, bekapcsolni szoktad a gépedet, mit csináljon, kijelentkezési ablak megjelenítése, vagy a többi. El lehet olvasni. Képernyő kikapcsolása ne tegyen semmit, hibernálás, amit te szeretnél. Én bevallom őszintén, a ne tegyen semmit szeretem. Miért? Gyakorlatilag azért szeretem ezt, mert nekem a gépem az másik asztal túlsó fele másik irányába néz, tehát én ezt a gombot egyszerűen csak ki- és bekapcsolásra használom. Tehát itt nem szeretem azt, hogy ahhoz valami esemény kapcsolódik, tehát megnyomom, hogy kapcsolódjon már szerencsétlenem ki, akkor pedig valami alvó állapotba rakja. Nekem ez nem praktikus, azaz ideállítom. Van lehetőség parancsfáj futtatására? Én ezt nem használom, de van bent logika. Teszem azt, valaki úgy dolgozik, hogy dolgozik, 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 egy órára, fél órára elmegy ebédelni. Akközben egy mentési folyamatot, egy mentési parancsfájt lefuttathat, igaz? Hogyha ő nem nyúl hozzá 10 percig a géphez, akkor nem dolgozik. Nincs ott, akkor hosszabb ideig nincs ott, akkor egy mentési vagy akármilyen parancsfájt le tud futtatni. Azaz parancsfájt meg tudod adni, parancsfáj futtatása, akkor történjen meg, hát logikus, ennyi idő után, 10 percig nem dolgozok a géppel, akkor futtasson le egy, mondjuk egy mentési folyamatot, amit éppen leszeretnék futani. A vezeték nélküli beállításokról nem szívesen mondanék semmit, egyébként logikusan ne változzon kikapcsolás, bekapcsolás legyen, akkor, hogyha letelik ez az idő. Én inkább azt mondom, hogy hát mindenkinek magának kell tudni, hogy mit szeretne, hogyha X ideig nem ér a géphez. A Bluetooth, a mobil szélessáv, illetve a Wi-Fi mit tegyen? Egyik sincs nekem, tehát nekem spárgán jön az internetem. Ezeket a mobil szélessávot, Bluetooth-okat nem igazán használom, tehát ezt is be lehet állítani, nem tudok róla mondani. Majd utána logikusan alkalmazással bökünk. A következő beállítás az aktivitáshoz rendel, tehát egy adott munkafolyamathoz, én inkább profilnak hívom, aktivitásnak is lehet hívni, aktivitáshoz hozzá tudsz rendelni különböző energiakezelési profilokat. Logikus, hogyha te több aktivitás profilt szeretnél használni, és ezek között aktívan váltasz, akkor eldöntheted, hogy az A és a B munkamenet, vagy aktivitás, vagy egyéb, az hogyan kezelje a te energiaszükségleteidet, mikor és hogyan kapcsolja ki.
A legegyszerűbb megoldás az, hogyha van A és B profilod, akkor értelemszerűen mind a kettőnél ugyanazt a beállítást szeretnéd. Na hát, hogyha éppen szeretnél ennél tovább menni, akkor az adott aktivitás alatt be tudod ugyanazokat állogatni. Erről nincs más mondanom, ha használsz különböző profil aktivitásokat, akkor mindegyikhez hozzárendelheted a maga energiakezelését, vagy eldöntheted, hogy bizony mindenkor akármilyen aktivitást, profilt használsz, akkor ugyanaz legyen a beállítás. Általában én azt szoktam mondani, bár nem használok ilyen aktivitásokat, az a legbiztosabb, hogyha egyforma, mert akkor tudod, és érzékeled egy idő után, hogy bizony eltelik 9 perc, nekem 10 percekre vannak beállítva ezek a dolgok, eltelik a 8-9 perc, akkor az egeret meg kell lökni. De hogyha 3 profilt használsz, akkor előfordulhat, hogy egyikbe fél óra a lekapcsolás, másikba legyen a lekapcsolása, például legyen 10 perc. Hát bizony azért kellemetlen, hogyha nézel egy filmet, és hát eddig megszoktad, hogy fél óra alatt kapcsol le, hát biztos vége lesz odáig a filmnek, és 10 perc után lekapcsolja saját magát a gép. Mert az energiagazdálkodás erre van beállítva, tehát saját magadnak el kell dönteni. Speciális energiakezelés beállítása, egyéb beállítás. Azaz, média lejátszók leállítása felfüggesztéskor. Ha felfüggeszted a munkamenetet, a gépedet, alvó állapotba kerül, és egyéb, akkor például, ha zenét hallgatsz, kapcsolja ki, vagy ne kapcsolja ki. Hát ezt én nem tudom, hogy neked mi a jó. Legyünk őszinték, én nem fogom tudni eldönteni, hogy neked mi a jó. A bekapcsolást választottam, hogyha a gép elmegy aludni, akkor én is esetleg már nem használom a gépet, ha megy valami film, vagy zene, vagy akármi, kapcsolja már le. Azt is állítsa le, nehogy abba a hibába essünk, hogy saját példa, este szoktam filmet nézni, hangos könyvet vagy zenét hallgatni, hát bizony beállítottam azt, hogy bizony, hát legyen szíves, x perc után alvó állapotba kerülni, mert hogyha nem mozgatom meg az egeret, akkor én is alvó állapotba kerültem, és utána ment a zene, ment a hangos könyv, és nem értettem, mi a probléma, hát itt kell beállítani, hogy bizony állítsa le a média lejátszót. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó beállítást kívánok. Bár elég sok mindenről beszéltünk, én arra térnék ki, hogy itt a hangbeállítás csúszkákat ide-oda tologatod, az egy dolog. Nyilvánvalóan odaállítod, ahol neked kell. Nyilvánvalóan a média lejátszóba hang jellemzően, vagy média felvevőbe, a hang jellemzően ott is állogatható a Bluetooth, hát bizony, ha neked van, azt be kell állítani. Eltávolítható háttértárak, azért ilyen biztonsági gondolatokat megosztottam. Nyilván az én élethelyzetem más, a te élethelyzeted más, hogyha hordozható géped van, azért egy kicsit szigorúbbra érdemes ezt venni, és természetesen érdemes elgondolkodni azon, hogy mit tegyen akkor a gép, amikor valaki egy ismeretlen pendrive-ot betuszkol. Azt elfogadja, csatolja fel, vagy esetleg egyéb beállításokat máshol meg tudsz tenni, hogy azért nem mindenki dugdosson oda be bármit. A KDE Connect, azt én nem használom, nem szeretnék róla semmit mondani. A legfontosabb az energiakezelő beállítása, az energiakezelőt végig kell nézni. Végignézzük, aktivitás, alapértelmezés, ne használjon, mit csináljon, mikor mit csináljon, mikor mit ne csináljon, azt bizony te neked kell eldönteni, hogy mi az, ami kényelmes, mit szeretnél használni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Elég sok rész lett ebből. Nem gondoltam volna, hogy ennyire hosszadalmas, sok részt tartalmazó KDE plazma beállításról fogok beszélni, de szerintem jól átnéztük azokat a lehetőségeket, amit az 525 5-ös verzió ad jelen pillanatban, és úgy gondolom, hogy ez sok. Ezen egyesével végig kell menni, értelmezni kell, és utána már a második beállításnál, vagy az első beállítás változtatásakor nem jelent semmi gondot. Miért mondom, hogy nem jelent semmi gondot? Mert itt van a keresés. Ha valamit keresni akarsz, nagyjából megadod a kulcsszót, és ki fogja adni azt a fakot, azt a legördülő menüt, azt a lehetőséget, amivel te ott be tudod állítani. Hát köszi szépen, sziasztok, sziasztok!
és jó KDE használatot kívánok. Sziasztok!